Az utakon jellemzően a tél közepétől keletkeznek újabb és újabb kátyúk, a hosszantartó fagy rongálja ugyanis leginkább az aszfalt minőségét. Ebben az időszakban egy-egy ilyenbe belehajtva gyakrabban fordul elő defekt, felni sérülés, vagy akár komolyabb futó műhiba, ez utóbbi akár százezres nagyságrendű kárt is jelenthet. Ilyen esetben először az adott út kezelőjéhez kell fordulni kárigény bejelentésével. Fontos azonban, hogy ezt a közútkezelők könnyedén elutasíthatják, ha nincsenek csatolva a megfelelő bizonyító dokumentumok. Ahhoz, hogy kárigényünket bizonyítani tudjuk, már a helyszínen el kell végeznünk néhány fontos lépést. Nem mindegy, hogy hol történik a kár, belterületen, vagy esetlegesen várostáblán kívül Budapest mely területén, mert mindenhol más, ugye, aki a közútnak, az adott közútnak a kezelője, ez lehet területi önkormányzat, vagy a Magyar Közút ZRT, és az sem mindegy, hogy rendelkezünk-e ilyen kiegészítő biztosítással, vagy sem. Ha rendelkezünk biztosítással, akkor egy kicsit egyszerűbb a dolgunk, hiszen a biztosítóhoz kell a kárt bejelentenünk, és a szükséges nyomtatványokat a biztosító rendelkezésére bocsátani. Ha nem, akkor ugye az adott útnak a kezelőjét kell megkeresnünk a kártérítési igénnyel. Nagyon fontos, hogy a fotó minél részletesebb és teljes körű legyen, tehát mind a kátyú, mind az autónak a kerekére, illetve a felnyére kiterjedjen, illetve jegyzőkönyvet kell készíteni rendőrség által, ekkor jelenthető be a káresemény. Sokaknak amiatt nem ítélik meg a kártérítést, mert a vizsgálatok során kiderül, nem vették figyelembe az út minőségére vonatkozó jelzőtáblát, és a megengedettnél nagyobb sebességgel haladtak. Gyakori az is, hogy elmulasztják a rendőrség közreműködését, jegyzőkönyv hiányában így nehezen bizonyítható, hogy valóban az adott helyszínen keletkezett a kár. Mint az Kulcsár Viktória említette, a kaszkó és a kötelező gépjármű biztosítás mellett külön erre a helyzetre is létezik biztosítás. Ez egy elég speciális módozat, kimondottan ugye ezekre a károkra terjed ki, illetve van most már kaszkó mellé választható külön erre vonatkozó kiegészítő biztosítás. Ezek éves pár ezer forintért megköthető termékek, és kimondottan speciálisan csak erre a biztosítási fedezetre fog téríteni. Itt ugye defekt kátyú vagy fényszóró kár biztosításról beszélhetünk. Van egy meghatározott biztosítási összeg, ami erejéig térít a biztosító, és addig, ha benyújtja megfelelően a káreseménynek a dokumentációját az ügyfél a biztosítóhoz, akkor ez térülni fog. A kárigény pontos összegének tanúsításához feltétlenül érdemes számlát kérni a gépjármű javítási munkálatairól is. Ezen felül érdemes lehet az esetlegesen kicserélt alkatrészeket is megtartani. Amennyiben a kátyúk miatt személyi sérülés is történt, az orvosi dokumentációt is csatolni kell a bejelentés benyújtásakor.